Tisztelettel köszöntük mindenkit. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat ide a Büki mentőállomásra. Azért szerveztük meg ezt a kis összejövetelt, hiszen nem is értékét tekintve nem túl nagy beruházás után állunk, mégis a mentőállomás működésének remélhetőleg a javulását, javítását segíti ez elő. Tudnélik, arról van szó, hogy a mentőállomás fűtésrendszerének a megújításáról van szó, amelyet közösen az Országos Mentőszolgálat, illetve a Tűzváros Önkormányzata, akik ebben az intézményben, ahol a társbérletben vannak, valósították meg együtt. A Büki mentőállomás épület többje kettő célt szolgál, egyrészt az Országos Mentőszolgálat szakmai felügyeletek működtetésével állomás, másrészt pedig itt kapott helyet, és itt működik a tőszomszédsága az épületünkben a Lépcementi Önkormányzati Társulás orvosi ügyelete, és ez hosszú ideje jól működik ez a kooperáció a két dolog között. Az önkormányzatnak úgy van köze az épülethez, hogy 2000-ben az önkormányzat 90%-ban vállalva az építési költségeket, felhúzta ezt az épületet, a többi részét az Országos Mentőszolgálat biztosította, és akkor a két szervezet között kötetett egy olyan megállapodás, amely alapján az épületet közösen üzemeltetik, illetve újítják fel, megosztva a munkát, úgyhogy az épület külseje az önkormányzati feladat, a belsejének a felújítása pedig az Országos Mentőszolgálatnak a rezortja. A képet árnyalja az is, hogy ahogy említettem, az orvos ügyet beköltözött ide az épületbe, és ennél fogva az együttműködés az mindenképpen szoros kellett, és szoros is volt a két szervezet között, hiszen az épület folyamatos karbantartást igényel, és lehetőség szerint mind a két szervezet próbálta ezt szem előtt tartani, és a maximális erőforrásait erre a célra fordítani. Azt gondolom, hogy Vas megyében és az országban is az egyik legjobban felszerelt és legjobb állapotban lévő mentőállomás a Büki, ami rettentő fontosnak tartunk, nyilván a mentőszolgálat is, hogy a kollégák milyen körülmények között dolgoznak, illetve a betegeket milyen körülmények között láthatják el, illetve a város számára is, hiszen nem csak a helyiek segítségére tudnak lenni, hanem nagyon sok esetben vendégeket, turistákat is el kell látniuk, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között tudják ezt tenni. Tavaly ünnepelte a mentőállomás a fennállásának 15. évfordulóját, ekkor egy kisebb kiadványjal emlékeztünk meg róla. Az idei évben pedig egy hosszabb ideig felmerülő problémát orvosoltunk közösen, mégpedig a fűtési rendszernek az elavultságát, illetve a alacsony hatásfokát próbáltuk kiküszöbölni, és ennek folytán megbeszéléseket folytattuk folyamatosan. Egyrészt az Országos Mentőszolgálatnak a Nyugat-Dunántúli szervezetével, dr. Horváth Timárja orvos igazgatóasszonnyal, illetve a Nyugat-Dunántúli mentőállomások egy felelős Országos Mentőszolgálat kötelékében, Budapest központjával dolgozó Szabó Laurával, akit már mellettem, a jobbomon. És ennek folytán sikerült egy olyan megállapodást kötni, amelynek értelmében a feladatokat, illetve a költségeket megosztottuk úgy a fűtés korszerűsítéssel kapcsolatban, hogy az orvosi ügyelet az nem az Országos Mentőszolgálathoz tartozik, így annak a fűtési rendszerét a felújítása teljes egészében Büki önkormányzata állta. Az Országos Mentőszolgálat mentőállomására jutó részét pedig megosztottuk, és ott az Országos Mentőszolgálat 700 ezer forinttal járult hozzá. Tehát az összbekerülési költség, ahogy említettem, az nem olyan jelentős, hiszen 2,7 millió forintról van szó összességében. Viszont a működtetés szempontjában remélhetőleg ez csak hamar behozza az árát, hiszen a mentő kollégák többször panaszkodtak arra, hogy nem hatékony, a rendszer sokat fogyasztott, ennek ellenére nem működött jól, leállt. Ez remélhetőleg az idei szezonban, téli fűtési szezonban, ez kijön, hogy ez sokkal jobban fog működni, és bízunk abban, hogy a rezsiköltségeket is csökkenteni fogja itt a mentőállomásnál.
Úgyhogy röviden ennyit szeretném elmondani. A tervezést Kis István végezte, illetve itt a körülben itt van Németh Roland, Tuki gázszerelő mester, aki pedig megcsinálta, elkészítette, tehát kivitelezést vállalta. És az előző úgy néz ki, hogy télen is működni fog a küldési rendszer, megnyugtatott mindenki. Most egészen kiváló klíma van itt, mert úgyhogy nagy hibán lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogató együttműködését, országos mentőszolgálat, Budapesti Dunántúli regionális központja, illetve természetesen Külvárosi Önkormányzatának képviselőtestet, hogy ezt egy emberként az elejétőket támogatta, és végben sikerült ezt a beruházást megvalósítani. Most úgy néz ki, hogy az épületen a jelentősebb felújítása szóló rész talán nincsen. Úgy gondoljuk, hogy ez így a működését hosszabb távon, legalábbis középtávon megnyugtatva biztosítja. Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, itt a volt kedves vendégeim, bajtársaink és bajtársak. Tisztelettel köszöntöm a sajtó jelenlévő képviselőit. A mentőkön való segítés gondolata nem új keletű, hiszen 1908-ban Kovács Aladár, az 1887-ben megalakult Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület második orvosigazgatója egy szilveszteri gálát, egy gyűjtőakciót szervezett a mentőegyesület megsegítésére. Azt kiterjesztette a lakosság széles rétegeire, és ez olyan hatékonyan és jól működött, hogy egészen 40 évig, az Országos Mentőszolgálat 1948-as megalakulásáig segítette és támogatta az Önkéntes Mentőegyesületnek a működését és a fennmaradását. Itt ugyan már 100 év távlatából beszélhetünk, és elmondhatjuk azt is, hogy ez a kezdeményezés egy bükkvárosában napjainkig is fönt maradt, hiszen ékes példáját láttuk az önkormányzat támogatásának, amikor felépítette a bükki mentőállomást, és ezt térítésmentesen tartós, határozatlan időre tartós használatba 2000. október 12-én az Országos Mentőszolgálatnak adta át működtetésre. Az üzemeltetési szerződés 9-es pontjában többek között benne foglaltatik, hogy az üzemeltető, tehát jelen esetben az Országos Mentőszolgálat köteles az átvételt követően az épületben jelentkező javításokat, közüzemi műveknek a karbantartását, a belső karbantartást elvégezni, és a külső részt pedig az önkormányzat vállalja és biztosította, és többek között még a szúnyoghálóknak a cseréjét is megoldotta. És ugye ez a gázfűtés, gázrendszer, melegvíz szolgáltatás problematikájáról tartó egyeztetés már 2001-ben elindult, hiszen nem volt biztonságos a fűtésrendszer működtetése, számos olyan probléma volt vele kapcsolatban, amelyik hát ha nem is veszélyeztette az itt dolgozók életét, de számos alkalommal komoly problémát okozott. Tehát mindenképpen szükséges volt ennek a végére pontot tenni és eljutni a megoldásig, amiről most hát hála Isten kijelenthetjük, hogy sikeres volt az együttműködés, megvalósult, és az önkormányzat jelentős anyagi támogatásával korszerűsödhetett a mentőállomás fűtésrendszere. Az önkormányzat támogatása azonban hála Istennek nem merült ki a fűtésrendszer korszerűsítésében, hiszen a mentőállomás megalakulása óta minden évben rendszeres anyagi támogatást nyújtott a Bükki-Őszi Szimpózium megrendezéséhez, a Bükön megrendezett, legutóbb ebben az évben megrendezett mentőnap biztosításához, szervezéséhez, nem csak anyagi, hanem egyéb eszközös támogatást és felajánlást is kaptunk az önkormányzattól, úgyhogy én ezt ezúton is szeretném megköszönni polgármesterünknek,
képviselőtestület tagjainak és minden abban dolgozó és elhivatottságot érző civil lakosnak, Bükk és Bükk környéki lakosnak, mert azt gondolom és meggyőződésem, hogy a működés, az együttműködés csak így lehet jó és hatékony, és a maga részéről én ezt kívánom minden önkormányzatnak és fentőállomásnak, hogy legalább ilyen jó és ilyen példaértékű. Milyen berendezést szereltek be ide a Bükki mentőállomásra? Kettő darab kondenzációs, hós típusú gázkazán, 42 kW-os, illetve 24 kW-os kazán került beépítésre. A lényege ezeknek a készülékeknek, hogy zárt légisterű, tehát a belső térrel légellátással nincs közvetlen kapcsolatban. Az előző készülékekhez képest még az egy ilyen 80-85% közötti hatásokkal tudott üzemelni, ezek képesek 100 fölötti hatásokkal, 105-107%-os hatásokkal üzemelni.